Üdvözlök mindenkit a Révai Miklós Gimnázium honlapján. Bognár Gergelynek hívnak. A mostani kísérletünkben a csoki tapadásait utolját próbáljuk majd megmérni. Pontosabban nem is a csokoládé, hanem a csokoládé papír tapadásait eljuthatóját vizsgáljuk. Kísérletünk amellett, hogy egy némi kulináris élvezettel is jár, hiszen a kísérlet után elfogyaszthatjuk majd a csokoládét. Az idei, azaz a 2014-es jelétverseny döntőjében szerepelt kísérleti feladatként. A 9 szétkos társok számára lejtősegítségével kellene meghatározni a tapadásainkatot, míg a 7. és 8. osztályosoknak pedig sík felületen rugós előmérő, illetve apró kis súlyok segítségével kellett ugyanezt megtennie. Nézzük a kísérletet első lépésként lejtősegítségével. Lejtőre helyezem a csokoládét, majd a lejtőt dőrészszögét elkezdem növelni. Szépen lassan növeljük a dőrészszöget, és megvárjuk azt a pontot, amikor is a csokoládé megcsúszik, ez lesz az a pont, ahol már a tapadási erő, ami a lejtő és a csoki papírja között fellép, nem fog tudni egyensúlyt tartani a lefele mutató a lejtő, mert párhuzamosan lefele ható eredő erővel. Ezen a ponton látható, hogy most indul meg a csokoládé lefelé ezen a lejtőn. Ebben az állásban rögzítem a csokoládét. Tudjuk, hogy a lejtőn akkor van egyensúlyban egy test, az lehet ez a maximális dőrészszög, amilyen nagyobb esetén már megcsúszik, hogyha a tapadás előtható, az pontosan megegyezik tangens alfával. Vagyis, hogyha a tangens alfát meg tudnánk határozni ennél a lejtőnél, akkor meg tudnánk határozni a csokoládé tapadási együtthatóját is. A tangens alfával tudjuk, hogy egy derékszögű háromszög esetén a szöggel szembeni, illetve a szög melletti oldal, mint ahogy mutattam, az alfa szögünk itt található, a szöggel szembeni oldal az a háromszögnek ezen magassága lesz, a szög melletti oldal pedig ez a hosszúság lesz. Nem érjük a távolságot, ez 21 cm-nek adódik, ugyanebben a pontból ügyesen mérve fölülről, hogy fontos értéket kapjunk, pedig 59 cm-nek adódik. Hogyha a 21-et elosztjuk 59-el, akkor megkapjuk, hogy a tapadás érítható az olyan 0,35 század körüli értéket mutat. Második kísérleti módszer, ahogyan meghatározhatjuk ezt, a jegyzékversenyen a hetedikeseknek hasonló módon kell ezt megtenni, hogyha ezen a felületen vízszintesen rugós erőmérő segítségével húzzuk ezt a csokoládét. Elkezdem a csokoládét húzni óvatosan, és azt látom, hogy a mozgatásához olyan 0,14-15 század newtonnyi erőre van szükségünk. Nem is a mozgatás ugye a lényeg, hanem az, hogy mikor is mozdul meg ez a csokoládé. Megmérve a súlyát, azt kapjuk, hogy ez 0,5 newton. Megint csak egy nagyon egyszerű számítás segítségével, hogyha a 0,14 század newtonnyi erőt elosztjuk 0,5-del, akkor megkapjuk, hogy az így mért tapadási hatónk az körülbelül 0,28 század. Hát nem kis eltérés mutat az előző eredményünkhöz képest ez a mérési módszer. Nyilvánvalóan egy ilyen egyszerű mérés segítségével, főleg ha azt csak egyszer végezzük el, nem határozható meg tetszőleges pontossággal a csoki papírjának a tapadás segíthatója, de a mérés elvégezhető. A versenyen sem vártak pontosabb eredményt a versenyző diákoktól,
inkább egy nagyságrendi becslés, az, hogy ez az érték körülbelül 0,3 tized környékén mozog a csokoládénál. Köszönöm a figyelmeteket, maradjatok velünk, végezzétek autón a kísérletet, és utána egyétek meg.